általános tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok átadása és a problémák megoldása volt a célja annak a projektnek, amelyet a szomszédos megyék önkormányzataival közösen tartottak csütörtökön Nyíregyházán. Jelenleg közel 60 ezer közfoglalkoztatott és álláskereső van regisztrálva megyénkben, az ő számukat tovább kell csökkenteni. Ehhez fontos a piacképes szakmák elsajátítása. A foglalkoztatási paktum keretében erre is nagy hangsúlyt fektetnek. Két hete fejeződött be az első tanfolyam, amelynek során 14 fő szerzett varrónői képesítést. A helyi paktumok is szépen elkezdték a működésüket, valamelyik előrébb tart, valamelyik most kezdte el a működését, de a megyei foglalkoztatási paktum vonatkozásában azt tudom mondani, hogy 900 fő foglalkoztatási igényt adtak be nagyjából eddig a munkáltatók, eddig, és ebben ebből a 900 főből majd 500 fő keretében pozitív irányító csoport döntés született, és elkezdhetett ennek a majd 500 embernek, 483 embernek a foglalkoztatásba történő újraintegrálása a képzési programokon keresztül, illetve munkai támogatásokon keresztül. A toppos források felhasználásaért felelős helyettes államtitkár hatékony eszköznek nevezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási paktumot, amely példaértékű lehet a környező megyék számára is. A foglalkoztatás mellett ugyanis nagy hangsúlyt fektet már a képzésekre is, amelyek hozzájárulnak a gazdaság fejlesztéséhez. Mérföldkőhöz érkezett a topos források felhasználása. Most indul el az a foglalkoztatási paktum, amelynek keretében mintegy 2500 fő fog tudni segítséget kapni, illetve munkahelyhez fog tudni jutni. Olyan munkahelyhez, amelyre a megyében szükség van, amelyre a foglalkoztatóknak is szüksége van, hogy itt munkaerő, képzett munkaerő rendelkezésre álljon. Úgy gondolom, hogy a TOP ehhez rendkívül nagy segítséget ad, hiszen a TOP végrehajtását lehoztuk megyei szintre, tehát megyei igények alapján tudtuk megtervezni az operatív programunkat, és a végrehajtás is megyei bázison, megyei felügyelet mellett, tehát helyben tud haladni. Ez a paktum több, mint 2,5 milliárd forintból tud gazdálkodni a következő 5 évben.